Nem sikerült kihasználnia a PMFC-nek a Gyirmód botlását, mivel a piros-feketében pályára lépő pécsiek hazai pályán nem tudták legyőzni a Budaörs együttesét. A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, főleg Kós veszélyeztetett, ám nem sikerült a pécsi kapuba találnia. A játékrész második felében felébredt a PMFC, főleg Cseri, aki kétszer is a bal oldalról cselezett be középre, lövése azonban egyszer fölészállt, aztán pedig Kozma kapus védett bravúrral. Közben egy kapu előtti kavarodást követően Szabó Bence rúgott egy kapufát, ezzel maradt a gól nélküli döntetlen. A fordulást követően a meccs helyzetét hagyta ki a PMFC. Lovrencsics jobboldali beadását Szabó nem érte el, Cseri lábai között pedig elgurult a labda. Többet veszélyeztetett a folytatásban is a hazai csapat, de a támadásokban nem volt igazi átütő erő. Kvekveskiri a 85. percben középről mintegy 20 méterről lőtt, Kozma kapus azonban védett. A kevés helyzetet kidolgozó, azokat pedig rendre kihagyó PMFC így nem tudta legyőzni a nem túl acélos Budaörsöt, és ezzel nem tudta csökkenteni hátrányát az éllovasokkal szemben.